Árvízvédelmi készültség van érvényben a spanyolországi Zaragózában az Ebro áradása miatt. A folyó már kilépett medréből, elöntött a rakpartokat, leginkább az alacsonyabban fekvő Novillas városrészt veszélyezteti az emelkedő vízszint. A helyi polgármester elmondta, ez csak a megszokott téli árvíz, az Ebron nem számolnak extrém magas vízszinttel. Az aragóniai nagyváros környékén már 1500 hektárnyi mezőgazdasági terület került víz alá. A vízügyi szakemberek szerint a folyó hétfőn 7 méteres vízszinten tetőzik, utána már lassú apadás várható az Ebro középső szakaszán.